Sőt mindenkinek, mai alkalommal beszél, beszélnék egy kicsit arról, hogy akkor a tömegspektrometria az miért ilyen rohadtul változatos módszer, tehát miért kell minden alkatrészt külön megválogatni, meg, meg miért van ennyiféle alkatrész, meg, meg ennyiféle jó forrás, meg ennyiféle analizátor, meg detektor típusok, tehát hogy miért kell ilyen rohadt bonyolultan megszervezni ezt a mérési technikát. Hát ugye ennek fő oka az, hogy a molekulák azok rendkívül változatosak. Hát igazából mai alkalommal akkor ilyen általános paraméterekről lesz szó, amelyek felmerülhetnek egy ilyen tömegspektrometriás mérés során, amelyek ilyen fontos paraméterek, amelyet műszernek tudnia kell egy adott vizsgálat során. Ilyen például a tömegpontosság, akkor felbontás, mi a tömegpontosság? Mi a tömegpontosság az, hogy a műszer az konkrétan képes-e produkálni azt a mérési eredményt, amit várunk. Tehát van egy molekula, aminek van, van valamilyen tömege, egy random tömege, mondjuk megvan szabva, hogy a moláris tömege az mondjuk, tudom én, 89,3452, és akkor mit tudom én, a műszer az képes kimutatni azt, hogy hogy akkor ez 89,34. 6-4 mondjuk ezt méri rendszeresen, és akkor hát megnézzük, hogy ez itt hány százalék ennek a másiknak. Ezt ppm értékben szokták megadni, tehát ilyen ppm tartományba esik ez a tömegkülönbség. Tehát, ha jól be van állítva a műszer, meg jól meg van csinálva, akkor ilyen ppm-es nagyságrendben esik. Tehát ilyen 100 ppm szokott lenni tömegpontosság, vagy nagyon jó műszerek azok, ilyen kevesebb, mint 2 ppm tömegpontosságot tudnak elérni. Hát az a, az a lényeg, hogy a valódi Várt ion tömegét nagyon pontosan vissza lehet mérni, tehát nagyon kicsi ez a itt a há háttérben. Akkor a felbontás az is egy nagyon fontos paraméter, tehát ugye van, vannak ilyen nagyon hasonló tömege rendelkező molekulák, például nem is tudom a szénmonoxid, valahova felírtam már rá. Uh -huh. Szénmonoxid, annak tömege az 27,9949, akkor van például a nitrogén, az 28,0061, C2H4, az 28,0313. Na, felbontó képesség, tehát igazából a felbontásnak is nagyon fontosnak kell lennie, hogy képesek legyünk megkülönböztetni nagyon hasonló tömegű molekulákat, ugye simán előfordulhat főleg, Rohat nagy ilyen molekula tömegeknél. Egyébként akkor ezt már fel is írom, hogy tömeg tartomány. Tehát egy ilyen egy ilyen dinami, egy ilyen, <kül> ilyen tömeg tartomány, hogy milyen tömegeket, milyen nagyméretű molekulákat lehet vizsgálni. Tehát ugye itt már Daltonban szokták megadni a. a molekuláknak a tömegét, és akkor... És akkor már ilyen, ilyen, több százezres, több százezer dalton. A dalton egyébként az egy, g egy, 1 dalton, az 1 gram per mol, csak ki szokták írni, és akkor nem tudom miért szokták ezt ilyen, ilyen más számba írni. Tehát ilyen százezer daltonos molekulatömegek mérhetők-e, tehát ilyen fehérjék, tehát még ez is ilyen fontos paraméter, és akkor ugye a felbontás az itt van, hogy ilyen tömegkülönbségeket lehet itt megfigyelni, tehát itt van egy ilyen delta tömeg, delta tömeg, és akkor ugye ezek nagyon egy helyen jelennek meg, tehát a tömegspektrumban akkor ezek mind kb. itt a 28, itt van a 28, és kb. itt jelenik meg mind a három ilyen kis vegyület. És akkor ezeket fel kell ugye bontani, tehát hogy ezeket jól el lehessen különíteni egymástól, erre kell a felbontás, azt szokták megadni, hogy kb. ilyen a 2000 az a minimum. Itt ilyen, ugye a várható tömeg a 28 per a tömegkülönbség delta M. Annak kell kb. ilyen 2000, de ez, ez, a, ez a minimum, amit teljesíteni kell. Tehát ezzel lehet igazán, tehát ezzel csak ilyen névleges értékeket lehet meghatározni. Tehát 2000-es felbontással azt lehet mondani, hogy kb. 28 moláris tömege annak az adott molekulának, de a jó műszerek azok már ilyen ezer... 20.000-nél 20 azt lehet mondani, hogy ez már egy ilyen közepes tartomány a 2 és 20.000 közötti. Itt már nagyon konkrétan meg lehet határozni a molekulák. Ugye, mert minél több molekula van, vagy minél nagyobb egy ilyen molekula, <laughs> kicsit szétszort vagyok megint sajnos. Tehát az a lényeg, hogy ugye minden ilyen hidrogén, ugye protonokból, meg neutronokból épül fel, de ezeknek nem teljesen pontos a tömege. Ráadásul nem is beszélve az izotóp amiről ma mindjárt beszélek egy pár szót izotópok. Izotópok, te, tehát a molekulákban az izotóp eloszlás miatt, meg maguknak a tömeg, tömegeknek a, nem, hát a tömegek azok nem kerek számok tulajdonképpen, tehát minél nagyobb molekuláról van szó, szóval ugye össze kell adni mindig a atomoknak egyesével a tömegét, egy molekula esetében, és akkor szépen minél több ilyen, ugye minden egyes ilyen elemnél, tehát mondjuk a szénnél is megvan adva, hogy a szén az 12,001, stb., és akkor mindig ezeket így össze kell adni. És hogyha rengeteg ilyen atomot kell összeadni, akkor ezek a kis töredékek, amik itt vannak, ezek szépen lassan <coughs> akár egy plusz egységet is tudnak majd így létrehozni. Tehát minél nagyobb egy molekula, annál fontosabb, hogy nagyobb felbontásban kell tudnunk mérni. Másfél az izotópok, tehát ugye a természetben mondjuk a klórnak, és <kül> vannak stabil izotópiai, tehát van, van a... Milyen rendszáma is lehet a klórnak? Klórnak 35-ös, meg klór 37-es izotópia van. Minden igaz, ugye ennek van egy ilyen természetben, meg minden, minden periódus rendszerben megtalálható elemnek többféle izotópia létezik, ezek közül több stabilis lehet, és éppként pont abból adódik, hogy a szénnek meghatározták ezt a moláris tömegét, hogy az izotóp eloszlása, a természetben megtalálható izotóp eloszlás arányaiból azoknak gyakoriságait figyelembe véve határozták meg, hogyha egy marék szenet így a kezedbe veszel, akkor annak átlagosan a moláris tömege ennyi. És azért nem pont 12, mert ugye a protonok meg neutronokból, hogyha így pakolgatnád össze a molekulát, akkor ilyen kere kerek, egész számot kapnál, de mivel a természetben ilyen izotóp eloszlások vannak, ezért ezeket figyelembe kell venni. És ugye egy hatalmas molekula esetében ezek a átlagos izotóp eloszlásból fakadó ilyen moláris tömegek, hogyha összegzed, akkor ilyen töredékekből akár még több tömeg változás is tapasztalható lehet. <laughs> Tehát ezért volt fontos ez a felbontás. Azt lehet mondani, hogy egy 20.000, 2000 és 20.000 között az már egy teljesen vállalható, ezzel már izotóp meghatározásokat is lehet végezni de lehet egyébként sokkal nagyobb, tehát bőven, bőven lehet nagyobb felbontások ért küzdeni, azonban ennek is van egy felső határa, ugyanis magának a műszernek is van egy ilyen belső világa, hogy ugye van itt az ionforrás, itt van az analizátor, itt van a detektor, és akkor ugye itt van valamilyen analizátor, és az ionforrásban valamilyen ion sugár keletkezik, amit itt egy résen keresztül kell kiengedni, és akkor egy viszonylag koherens áramot, egy ilyen ion áramot, ion sugarat kell ott létrehozni, de ez ki tudja, hogy mennyire koherens, az analizátor elkezdi ezt így vizsgálgatni, de maga, maga ennek, a, ennek az ion nyalábnak a összetartása is befolyásolhatja magát a felbontást, tehát hogyha itt szűkítjük a rést, akkor koherensebb sugarat kapunk, viszont akkor mondjuk akkor nagyobb felbontást tudunk elérni, tehát akkor nagyon pontosan lehet meghatározni a tömegkülönbségeket. Viszont cserébe akkor viszont a, a kimutatási határ, egyébként ez is egy ilyen, egy ilyen érték, hogy kimutatási határ, vagy ezt úgy lehet mondani, hogy érzékenység. Ez a, ez a két fogalom ez nem teljesen azonos, hogy kimutatási határ meg érzékenység, de most inkább itt az érzékenységről lehet beszélni, hogy mennyire kevés anyagmennyiségből tud értékeltő jelet kimutatni, na mindegy, szóval itt van ez, tehát hogyha a rést összeszűkítjük, akkor nagyobb felbontás érhető el, de cserébe akkor öm, nagy az ion veszteség, mert ugye itt a résnél, itt rengeteg ion, itt ilyen ilyen spray alakban, ilyen háromszög alakban itt jönnek az ionok, itt, itt keletkezik valahol az ion, keletkezik egy ilyen, és akkor ennek csak egy nagyon kis részét engedjük ki, tehát nagy a veszteség, de, de hogyha ez itt egy koherens dolog, akkor ugye el lehet választani nagyon pontosan a különböző tömegű ionokat, mert hogyha ez egy szélesebb, szélesebb csik, akkor lehet, hogy a különböző ionok belelógnak egymásnak a terébe. Tehát úgy, itt mondjuk van egy kvadrupolanizátor, ami egy kicsit így forgatja a részecskéket, és akkor mit olyan kövérebb részecskék, azok ilyen pályán mozognak, de ha eleve, eleve mondjuk ez a két, ez nem egy koherens áram, akkor, akkor lehet, hogy egy ilyen, itt van a nagy ion, és akkor a kis ion az, az itt, is, itt is fog mozogni, meg itt is fog mozogni, és akkor így kicsit így belezavarnak így egymásba. Tehát, lehet növelni a felbontást, ennek is azonban van sajnos egy, fe, egy felső korláta. <laughs> Mérési tartomány, hát vannak ugye, ugye nem lehet bármilyen analizátorral bármilyen molekulát vizsgálni, tehát például egy ilyen quadrupol egy ilyen analizátorban, Q analizátorban, ami ugye ez a bizonyos négy darab ilyen cső, ugye rúd. Ezzel nem lehet. <laughs> Ezzel nem lehet ilyen borzalmasan nagy molekulákat vizsgálni, mert mondjuk, hogy egy ilyen hatalmas nagy fehérjét itt bele, belelősz, akkor egyszerűen a fehérje az meg sem mozdul, mert olyan nagy a tömege, hogy egyszerűen nem is, nem is kezd el ilyen spirálpályára menni, mert képtelen, képtelen a nagy tehetetlensége miatt megmozgatni ez a kvadruppal analizátor magát, ezt a, a hatalmas nagy tömegű fehérét. A fehérre vizsgálatokra szokás egyébként a TOF-analizátorokat, tehát azokra az ilyen hatalmas nagy tömegű fehérre mintákra a TOF-analizátorok a legjobbak, mert azok tulajdonképpen ilyen nagyobb testű állatokat is képesek elválasztani, hogyha belelövöd, az bármit elválaszt, tehát ennek nincs felső határa, itt bármekkora tömegű molekulát lehet vizsgálni. Ugye a az, az TOF-analizátor az pont a tehetetlenség a molekulák tehetetlenségére helyezi a hangsúlyt, tehát minél nagyobb molekulák vannak ott, annál jobban meg lehet ott határozni ezt a dolgot. Cserébe viszont vannak határai, tehát például a lineáris stoffnak, yeah, majd lehet, hogy amikor majd így részletezni fogom talán a műszernek az alkatrészeit, akkor majd lehet, hogy le lehet beszélni lineáris stoffról, meg ilyen refraktív, vagy reflektív? Ref lektív to toffról, ugye ez a lineáris, amikor egy irányba megy, itt pedig egy ilyen visszahaj visszahajlításról lesz szó. Az ilyen lineáris toffoknak például a, a felbontása az nem mindig tökéletes, tehát ott nem lehet olyan nagyon szép felbontásokat csinálni. Főleg azért, mert ugye a felbontás mértéke az a úthoztól fog függeni, és a lineáris tofnak pont az a hátránya, hogy nagyon hosszú műszert kéne építeni, hogy, line hogy az úthoz az meglegyen. Refraktív tofnálat már azért lehet trükközni. Na, tehát ez egy nagyon fontos, ez a mérési tartomány. És akkor hát még érzékenység, ugye, maga az ion veszteséggel járó, tehát itt, itt, itt már az ion források is szóba kerülnek, hogy milyen mennyiségű iont lehet előállítani. Maga, maga az ionizálásnak a tulajdonsága is nagyon számítanak, tehát például a megfelelő ionforrás, amely, amely sok ion tud létrehozni, az, az, már egyébként függ attól is, hogy milyen mintákat lehet beleküldeni, tehát például az <coughs> esi ionforrás, ott például nagyon lehet szabályozni például azt, hogy milyen ionok keletkeznek, például az oldószer pH-jával. Tehát, hogyha például a pH alacsony, pH 2, akkor az si elég sok ion fog keletkezni, és akkor a szabályozza az érzékenységet. pH Heten mondjuk ott kevesebb ion van az oldatban, és az esi ion forrással nem lehet olyan sok iont előállítani, vagy vannak ilyen paraméterek, tehát az érzékenység is egy ilyen nagyon fontos paraméter, hogy mennyi az az anyagmennyiség, amit képes kimutatni. Tehát ez ilyen femtomol, a legjobb műszerek azok már ilyen attomol, mennyiségeket ki tudnak mutatni. Tehát igazából ez egy nagyon érzékeny módszernek ígérkezik ez a tömegspektrometria. Na hát ilyen, ilyen érdekes paraméterek vannak, tehát amikor egy műszert választ az ember, vagy szeretne egy új tömegspektrométert üzembe helyezni, akkor ilyen paraméterekre kell rohadtul figyelni, tehát hogy tömegpontosság az jó legyen, hogy maga a műszer az nagyon jó legyen, majd itt az analizátoroknál majd megint lehet részletezni, hogy melyiknek milyen tulajdonságai vannak. Az analizátoroknak, főleg az analizátorokra jellemzők ezek a paraméterek, amelyeket meg kell választani. Tehát például azt lehet mondani, hogy tömegpontosság a quadruppolnak az, az, csak ilyen 100 ppm, a tofnak a tömegpontossága az lehet már akár 2 ppm is. Tehát van ezek ilyen kb értékek egyébként, tehát a quadrupol analizátornak kb 100 ppm a pontossága, Fanalizátoroknak analizátoroknak akár két ppm a pontossága, a felbontás az, ugye akkor a felbontás az rohadt fontos, tehát például a quadruppolnak azoknak elég rossz a felbontása is tulajdonképpen, ezért akár azt szokták csinálni, hogy többet is egymás mellé kötnek, a legjobb felbontások azok az ion, ion csapda, vagy az ilyen Q, a, a legjobb, legjobb, ilyen felbontás az a, tehát a világ legjobb analizátora, ami egyébként rohadt sokba kerül, az az ilyen Fourier transformárt, Fourier, analizátorok. Ez gyakorlatilag az összes ilyen ciklotron típusú ciklotron típusú analizátor. Ezek, ezek a legjobbak, de egyébként még a legjobb felbontás az az ilyen orbitrap analizátorok, vagy tandembe kötött analizátorok, amelyekkel ilyen undorító. Ezekkel ilyen 500 ezres felbontást lehet elérni. Nagyjából. Tehát ilyen undorítóan nagy. Orbitráppal 100 ezres analizátor százezres felbontásokat lehet elérni. A toffal kb. az ilyen toffal az ilyen tízezres felbontásokat lehet elérni kb. Tehát ez egy ilyen hagyományos felbontó képességű eljárás. Aztán nem tudom, még csomóféle van, majd hogyha részletekről lesz szó, akkor majd visszatérünk ezekre. Na akkor még érdekes jelenségeket kell ugye megfigyelni, tehát például az izotopeloszlás miatt ugye akkor a felbontása azért van rá túl szükség, felbontásra azért van rá szükség, mert a természetben előforduló izotóp eloszlás megjelenik a tömegspektrumban. Tehát, hogyha így van egy tömegspektrum, van benne egy random molekula, mondjuk itt megjelenik egy molekula mondjuk 359 tömegegységgel, és akkor a tömegspektrumon lehet látni, hogy azért vannak itt ilyen kis egyéb, egyéb, kis nyomok. Tehát a tömegspektrum az mindig így néz ki, hogy itt vannak ilyen nagyobb csúcsok, meg ilyen kis mikrocsúcsok vannak itt. Tehát nagyjából így néz ki egy, egy ilyen tömegspektrum, hogy tele van ilyen kis random tüskékkel mindenhol, tehát az egész így végig van rakva, de vannak ilyen durván kiemelkedő, kiemelkedő csúcsok. Azt lehet mondani, hogy egy csúcsoknak ez a magassága, ez a molekulán belüli arányát, arányával arányos. Tehát, hogyha van egy, van egy minta, akkor ezek, ezek a csúcsok, ezeknek az intenzitás, hogyha mondjuk két minta ment be egyszerre a analizátorba, akkor akkor ezek a mintában lévő komponensek arányával arányos. Vegyünk egy példát akkor, ugye klór, klór az itt fel, felmerült az első alkalommal, tehát Cl2, azt lehet mondani, hogy a klórnak kétfajta izotópja van, mondjuk a Cl35 és a Cl37, és akkor ezeknek a természetbeni eloszlása, ez olyan, hogy ez ilyen 75%-ban fordul elő, tehát így veszek egy 100-100 klóratomot veszek annak, 75%-a hagyományos 35-ös tömegszámú klór, viszont 25%-a, ez is egy stabil, ez, ez mind a kettő ilyen rohadt stabil izotópia klórnak, az 25%-ban fordul elő, és akkor ugye általában azt lehet mondani, hogy ránézek gyorsan a periódus rendszerre, hogyha így a, ránézzünk a periódus rendszerre, akkor 35,45 a moláris tömege gramm per mol. Hát ez pont azért van, 35,45 a klórnak az ilyen névleges molekületömege, tehát hogyha így veszel egy csomó klórt, akkor átlagosan 35,45 a moláris tömege. Ez azért van, mert 35-ös tömegszámú klórból 75% van, 37-es tömegszázalék 37-es tömeg százalék, 37 Tömegszámú klórból pedig 25% van. Mit jelent ez? Tehát, hogyha veszek mondjuk, ugye ez ilyen, gyakorlatilag ezt úgy lehet venni, hogy akkor. Ha van négy darab, négy darab ilyen klóratom, akkor abból három darab. Három darab az Cl 35, és egy darab Cl 37. Tehát mit lehet tapasztalni? Azt lehet tapasztalni, hogyha egy tömeg spektrumban ezt megvizsgáljuk, akkor olyan jelet fogunk kapni, hogy van egy 37-nél egy, egy egység magasságú csúcs, egy egység, és akkor 35-nél pedig egy három egység magas magas tornyot lehet kapni. Tehát ilyen egy a háromhoz arányú csúcsot lehet kapni, hogyha a klórt vizsgáljuk. Miért van ez? Hát azért, mert a természetben a normális izotóp eloszlásból látszik, hogy így fordulnak el a természetben. Mi egységnyi mennyiségű klórt azt belőttünk a tömegspektrométerbe, a tömegspektrométer pedig szépen kimutatja a különböző izotópokat, amennyiben a felbontás ezt lehetővé teszi. Ugye itt most lehetővé teszi, mert ugye öm, szép nagy egységekben különbözik a két izotóp egymástól, de például egy rohadt nagy molekula esetében az előbb vázolt sztorik miatt ott már ugye rohadt sok atomból áll, rohadt sokféle izotóp különböző arányokban, mondjuk szénnek is, ugye szén 12-nek is többfajta izotópja van, C, C13, C14, rengetegféle izotóp van, minden más százalékban van, hogy, vagy, vagy mindegyik más százalékban fordul elő, ráadásul nitrogénnek is, mit tudom én, kénatomnak is, oxigénatomnak is ezeknek mind van, és hogyha van egy rohadt nagy fehérje molekula, akkor mindegyik atomnak az ilyen izotóp eloszlása megjelenik, megjelenik a spektrumban, ezért ott már rohadt nagy felbontással lehet ezt így megcsinálni, szerencsére itt az ilyen kis, kis molekuláknál még ezt jól meg lehet csinálni, ezt a felbontást. Tehát ez, ezt lehet mondani, hogy a természetbeli izotóp eloszlás azt meg fog jelenni, a tömegspektrumban is. De erre is érdemes róla a figyelni, amikor a tömegegységeket vizsgálgatjuk. Nem beszél bróm. Brómnak, le azt lehet mondani, hogy brómnak van ugyancsak egy ilyen 79 meg 81-es tömegszámú izotópja. Viszont ezek egy-egy arányban fordulnak elő. Egy, egy arányban fordulnak elő. Tehát mit lehet tapasztalni, hogyha brómot vizsgálgatjuk, akkor két darab azonos intenzitású csúcsot fogunk kapni. 79-nél és 81-nél. Van még egy ilyen érdekesség sajnos, hogy amellett, hogy fragmentáció szokott történni általában az ilyen tömegspektrometriális vizsgálat, vagy tömegspektrometriás vizsgálatok során, néha előfordulhatnak adduktok is. adduktok képződhetnek, tehát azt lehet mondani, hogy néha egy ilyen BR2, ion alakulhat ki, és akkor mit tapasztaltunk még a spektrumban? Nagyon furcsa jeleket lehet tapasztalni arra, most igazából arról szól ez a fejezet, hogy ilyen nagyon durva jeleket kaphatunk, tehát mire lehet számítani ilyen tömegspektrum esetében, néha adduktok is keletkezhetnek sajnos, tehát például simán előfordulhat, hogy egy ilyen jelet tapasztalok itt. Egy ilyen jelet lehet tapasztalni. Mi történik? Ilyen furcsa jelenség tapasztalható, ez a brómnak a vizsgálata során, mondjuk itt megjelenik itt 160, mi az? 162, 162-nél megjelenik egy jel. Ez mit jelent? Ez a BR két darab, BR30, vagy BR81. Ez itt mi? Ez itt két darab BR79. Kb. egy-egy arányban fordulnak elő, mint itt. És akkor itt van egy ilyen random csúcs. Ez mi lehet? Hát az lehet, hogy van a BR 79, BR 81, viszont ez dupla akkora intenzitással jelenik meg, mert BR 81, meg a BR 79-es kombináció is ugyanezt adja, tehát egy ilyen statisztikai megjelenés tapasztalható időnként még az ilyen izotópeloszlásos jelenségek kapcsán. Hogy ilyen fura jeleket, fura intenzitásokkal tudunk tapasztalni, és ez mind ilyen statisztikai kombinációs variációk miatt van. Ez mind, 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 mind ilyen fontos jelenség, amelyet így a tömegspektrometriás vizsgálatok során így figyelembe kell venni, tehát hogy ezeknek az intenzitásoknak lehet egy ilyen csalás értéke is, hogy valamilyen addukt, valamilyen izotóp eloszlás miatt meghatározott többlet intenzitást mutatni. Tehát ez nem százszázalékosan megbízható, általában azt lehet mondani, hogy a, ez, ez mindegy ilyen, a tömegspektrometria az ionok képződése, ugye ilyen Durva módszerekkel, hogy elektron, elektronokkal így széttördejük a molekulát. Ez mindegy, statisztikai folyamat. A legnagyobb valószínűséggel keletkező ionból lesz a, leg, a legtöbb, és általában úgy lehet beállítani ezeket a vizsgálatokat, hogy tényleg legtöbbször a molekula ion jelenik meg, hogy tényleg csak egy elektron esik le róla. De lehet számítani számos random csúcsra, ami megjelenhet, és akkor az embernek tudatában kell lennie, ahhoz, hogy a tömegspektrumét tömegspektrumot szakszerűen ki tudja értékelni, tisztában kell lennie ilyen jelenségekkel, amelyek befolyásolhatják a spektrum alakját. Tehát igazából ezért tartom egy rohadt, rohadt bonyolult és rohadt durva eljárásnak, meg a legnehezebbnek, meg a legnagyobb szak, szaktudást igénylő Műszeres eljárásnak a tömegspektrometriát, mert minden ilyen statisztikai, meg molekulával előfordulható jelenség, valamilyen módon megjelenik a spektrumban is, amelyre számítani kell, és csak akkor lehet kezelni, hogyha az ember ismeri ezeknek a háttért, hátt hátterét, hogy mi okozhatja például azt, hogy ilyen arányú csúcs jelenik meg, ilyen tömegegységnél. Ugye csomószor lehet így összehasonlítgatni az arányokat. Tehát az is egy kiért a tömegspektrumnak, majd erről is akkor lehet részletesen beszélni. Még, hogy hogyan kell szakszerűen kiértékelni egy tömegspektrumot. Tehát az oké, hogy leolvasom a, a tömegegységet, hogy mennyi mennyi, meg lehet kivonni így a két értéket egymásból, hogy milyen, <coughs> milyen fragmension veszett ott el, vagy milyen kis molekula lépett ki ennek az ionnak a fragmentációja során. De például a csúcsoknak az arányát is figyelembe kell venni, hogy izotóp eloszlásokat figyelembe vegyük, vagy a molekulának a összetételéből fakadó egyéb ilyen hülyeség. Tehát, hogyha például egy molekula rengeteg klort tartalmaz, akkor mondjuk egy CCl4 molekulát szeretnénk vizsgálni, akkor egy ilyen, ez a, hogy, hogy hívják ezt a molekulát szépen? Széntetraklorid. Tehát, hogy egy széntetraklorid mintát szeretnénk vizsgálni, akkor például ez rengeteg klór tartalmaz, tehát valószínűleg lehet számítani arra, hogy ilyen nagyon random csúcsok fognak megjelenni. És akkor például ez miért van? Azért, mert hogy rengeteg klór, klór atom van a széntetrakloridban, és az izotóp effektus ez nagyon durván megjelenik. Na hát, rengeteg, rengeteg paraméter van még, amiről lehet így beszélni a tömegspektrometriás vizsgálatok során, amik így előkerülhetnek. Tehát akkor így összefoglalva, amikor műszert választ az ember, akkor vannak ilyen alapvető, alapvető paraméterei a műszernek, amelyeket jól meg kell válogatni, az ilyen a tömegpontosság, a felbontás, a tömegtartomány, amelyben vizsgálni lehet, és az érzékenység. Tehát kb. ilyen, ilyen, ilyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor, elekt amikor ionforrást vásárol az ember, vagy pedig, vagy pedig öm, analizátort vagy pedig detektort, mert ugye a detektornál is van több csatornás detektor, meg, meg egy csatornás detektor, és akkor az befolyásolja azt, hogy milyen mérési módszerek alkalmazhatók. Mert például egy csatornás, egy csatornás detektorral nem lehet például le, reflektív toffot megvalósítani. Még az is nagyon fontos paraméter, hogy nem minden ionforrás kompatibilis a másikkal. Mindent össze lehet kapcsolni, csak nem lehet kinyerni a benne rejlő lehetőségeket. Tehát például azt hallottam egyszer, hogy a TOF analizátorokat a sima hagyományos EI analizátorokkal elektron elektronionizációs eljárásokkal nem feltétlen lehet nem, nem könnyű összekapcsolni, tehát nagyon durván be kell állítani, ugye fehér, ez, ez fehérje vizsgálatokra való főleg, ez pedig általában ilyen kis molekulák ionizálására jó, és nagyon azt hallottam, hogy nehéz valamiért összekapcsolni, ezt nem tudom pontosan miért, de vannak ilyen vannak ilyen kisebb-nagyobb összeférhetetlenségek az, elekt az ion források és a detektorok között. Tehát például a MALDI MALDI ion forrás, az például nem könnyen összeegyeztethető a quadrupol analizátorral. Tehát van, van egy csomó ilyen 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 érdekes a műszer összeállításával kapcsolatos kérdés, amire érdemes figyelni, szóval nagyon bonyolult hogy mit, mivel szabad, hogyan összekapcsolni. Na, tehát ilyen paraméterek vannak, és akkor ugye maga a vizsgálat során is megjelenhetnek olyan jelenségek, amelyek az izotóp eloszlásból fakadnak, felbontás kapcsán például ugye, mint, mint célszerű így mindig megválogatni, hogy mire szeretnénk használni a műszert, tehát hogyha például rohadtul izotóp eloszlásokat szeretnénk vizsgálni, akkor nem, nem szabad a felbontás robására választani a tartozékokat de hogyha tényleg csak ilyen azonosításra szeretnénk használni, hogy kb. az a molekula, amit várunk, az megjelenik-e, mondjuk 28 tömegegységnél, akkor ahhoz ugye lehet választani ilyen kisebb vagy gyengébb felbontással rendelkező analizátorokat, mint például a quadrupol. Ugye nagyon fontos, hogy ez egy rohadt drága technika, rendkívül drágák a tartozékok, tehát nagyon fontos megválasztani azt, hogy mire szeretnénk felhasználni, mert a TOF az mondjuk százszor annyiba kerül, mint egy mint egy quadruple analizátor. Tehát a TOF analizátor az jóval drágább, mint a quadruple analizátor. A Fourier analizátor az, már, az még, annál is többe kerül. Szóval itt, itt már, itt dollár is azért elég jelentősen befolyásoló tényező, tehát nagyon fontos jól megválogatni a célnak megfelelően a műszert. Tehát fölösleges néha túlerős berendezést vásárolni, hogyha tényleg csak azt szeretné megmondani, hogy 359. Na, nagyjából ennyit szerettem volna így mondani, hát ez még mindig csak az alapozás része a tömegspektrometriának, még azért számos <kül> téma elő fog kerülni. És még mindig nem kezdtem el részletesen foglalkozni az ionforrásokkal és a analizátorokkal, de majd arra is sor kerül. Ennyi lett volna mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!